Bonjour. Merci. Kicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a szarándok testvéreket Belgiumból, Németországból, Brüsszelből, mindenhonnan, ahonnan eljöttünk ide október utolsó napján magyar zarándoknapot tartani. Tiszteletben gyűltünk össze itt Banőben, a Boldogságos Uzony a lábainál. Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének imádkozni az áldozatokért, fejet hajtani a bátrak előtt és a hősök előtt, és hálát adni a Jóistennek minden tőle kapott segítségért. Tesszük mindezt imádságos lelkülettel és élő keresztény hittel. 65 évvel ezelőtt a túlerő ugyan vélbe folytotta a magyar szabadságharcot, de a Szovjetunió és a kommunista diktatúra belső szétesése a felszín alatt mégis 1956-tal kezdődött. És ez a folyamat 1989 végén a szovjetblokk teljes szétesésére vezetett. Hála van a szívünkben, és szeretett, hogy ezt a hagyományt itt, Banőben tovább folytathatjuk. Imádkozhatunk, és a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását kérhetjük a mi jelen életünkhöz. Rózsafűzér imádsággal kezdjük, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Honnan jön el ítélni, élőket és holtakat? Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentek házat, szentlélek készségét, mindent hozzá lehetett, testre letámadását, Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrval te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek különösen Jézus, aki reményünket erősítse. Jó,
Engedjék meg, hogy átadjam dr. Kovács Tamás Iván nagykövet úr üdvözletét. Mindenkit szeretettel és tisztelettel üdvözöl. Sajnos a mai napon nem tudott itt lenni, mert Belgiumból külföldre távozott, és rajta keresztül kérte meg, hogy a hagyományos barátokat is ezen a szállítás és megemlékezés mind a résztvevőjének a részére az üdvözletet átadja. Köszönöm szépen! Hát október 31-e a hagyományos évtizedek óta megtartott tanulói tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Liezsi, belgiumi, luxemburgi, németországi, magyar honfitársai! Azzal kell kezdenem itt Hannoverben, hogy fáj a szívem 56-ért. A hazámért, a nemzetemért, a hősökért, az áldozatokért, és azért is, mert úgy tűnik, hogy magyarok itt Európában egész magunkra maradunk. Október 23-tól november 4-ig mindössze 12 nap. Ma már tudjuk, és sokan elismerik, hogy a nem egészen két hét jelentősége világtörténelmi, és a forradalom messzire sugárzó fényes csillag marad, de valóban megmarad az utókor számára. Mindannyian emlékezetünkben őrizzük a magyar népnek a szabadságért, de egyben a mi szabadságunkért is hozott áldozatát. A remény sosem hal meg, ha a szabadság szenvedélye fűti. Azért a szabadságé, amely a francia köztársaság elmondatának első helyén szerepel, és amelyről tudom, hogy oly drága a magyar nemzet szívének. Mondta Jacques Chirac, francia elnök, az 1956-os forradalomi szabadságharc 50. évfordulóján Párizsban. A magyar felkelés letöréséhez több mint 200 ezer szovjet katonára volt szükség, de a magyar nemzet szellemét és reményét nem lehetett legyőzni. Ezt a mondatot pedig Barack Obama amerikai elnök mondta 2008-ban. Ebből a két nagyhatalom első számú vezetőjének gondolataiból joggal következtetünk arra, hogy nem csak nekünk magyaroknak sugárzó fényes csillag 1956, hanem a világpolitikában is élénken élő történelmi tény. De vajon bennünk magyarokban hogy maradt meg annak a 12 napnak az emlékei? Az akkor még gyermek, Ipcés János, nyugalmazott győri evangélikus püspök így emlékezik vissza. 12 éves győri kisdiák voltam akkor, és mivel itt a városban nem voltak nagy harcok, csak néhány emlékét őrzöm meg annak azokból az időkből. Az először levegőbe eresztett géppisztoly sorozatok hangját, amikor az ávósokkal rakott teherautók csikorgó kerékkel lekanyarodtak a Baross hídról, a börtön előtt összegyűlt tömeg oszlatására vetették be őket. Azt hallottuk, néhány halott és sebesült maradt utánuk. Hogy rohantunk akkor hazáig? November 4-e reggelére, amikor ragyogó vasárnapi napsütés és porcukorszerű vékony hóréteg szépítette meg a világot. De amikor reggel kinéztem az ablakon, az éjszaka megérkezett,
légvonalban talán 50 méterre sem lévő szovjet tank rémülettel töltött el. Ágyúcsövéről meg először azt gondoltam, hogy éppen a mi ablakainkat vette célba, pedig csak a közeli hídfőre irányozták. Aztán már november közepe felé, amikor a Radó-szigeten a kettős hídnál állomásozó szovjet harckocsi katonái szinte már sajnáltuk, amikor a kemény hideg miatt hártyásodni kezdett, a rábából merítették a mosdóvizüket. Azon ámultak, hogy Afrikában ilyen hideg van, hiszen őket a Suezi csatornához vezényelték. Pár nap múlva néhány civil ruháért el is adták a tankokat, és ki tudja, hova tűntek el. Bennem 56-os emlékez a néhány hónappal későbbi rettenetes szégyenérzet is, amely kiskamasz szívemet szinte megbénította, amikor a filmhíradó az 57. május 1-i budapesti felvonulás képeit mutatta, a véreskező hatalom emelvényén pöffeszkedő figurái, és alatt az a rettenetes tömeg, amely éjjelzi és megtapsolja a gyilkosokat. Persze azért van más is a memóriám mélyén. Az izgatott tanárok az iskolában, a Kossuth címer az osztályterem falán, meg a végtelen sorbanállások, és mindaz, ami ezután jött. A megtorlás dühöngő őrülete, majd a konszolidált vidám barakok folytott levegője, meg a gulyáskondérok mindent beborító szakfelhői. Kedves honfitársaim, kedves Szent Erzsébet körtagok, kedves barátaim! Súlyosan formálódik bennem a kérdés, szabad-e nekünk 56 dicsőségéről, eredményeiről elmélkedni, amíg nem vagyunk hajlandók üzenetét és tanulságait igazán megérteni. Kossuth Lajostól olvashatjuk. Én a forradalmat a népek szent jogának tartom és vallom, de egyszer, mint olyan végeszköznek tekintem, melyhez a népnek csak azon esetben szabad nyúlniuk, midőn vagy nemzeti létezésüknek, vagy jogaiknak, szabadságuknak akár visszaszerzésére, akár megvédésére más módjuk nincs, vagy amidőn boldogságunk szabad feljövődésének valamely fennálló rendszer annyira útjában áll, hogy minden áron való eltávolítását a nemzet szent érdekei követelik. Lázadásokat lehet csinálni, forradalmakat soha. Azok nem csináltatnak, azok csinálódnak. Igen, így csinálódott spontán, szervezetlenül 1956. októberében soha addig nem tapasztalt összetartással a forradalom. Spontán, tehát nem előre elhatározott tervek végrehajtása volt, hanem egy végletekig feszített húr elpattanása, egy megkínzott, megalázott nemzet felzördülése. 10 millió ember talán nem tudta pontosan, mit akar, de azt mindegyikük meg tudta fogalmazni, hogy mit nem akar. Nem akarja tűrni a nemzeti, az egyéni megaláztatásokat, a hazudozást, minden önálló gondolat megkurcolását, a nemzeti infantilizálódást, a kulturális hagyományainak meggyalázását. Minden bizonnyal előbb vagy szóval, olyan, mint a szólásszabadság, a sajtószabadság, a semlegesség, a több pártrendszer és a többi. De akkor az a másfél hét mindenre nem volt elég. A forradalom a szovjet tankok óriási túlereje miatt és a moszkvai akaratot kiszolgáló nemzetáruló politikusok közreműködésével elbukott, de nem kétséges, hogy a rákövetkező tomboló megtorlás, vitó és börtön és a tiszta szándékot bemocskoló számtalan félremagyarázás és hazugság ellenére világtörténelmi léptékkel mérve is maradandó jelentőségi 1956 véres, gyönyörű küzdelme. Ezért adózunk hálával a hősöknek és őrizzük kegyelettel a mártírok emlékét. Gloria victis, dicsőség a legyőzötteknek! Kedves magyar honfitársaim, itt Banőben is, ahol 1933-ban megjelent a Szűz Mária, és a jelenés idején Regőci István kispap két Belgiumban tartózkodott, így összeismerkedett a Békó családdal. A jelenés történetét is személyesen Mariettától hallhatta a kispap. Szóval itt Banőben is felvetődik a kérdés a 65 év elteltével a mai nemzedéknek és utánunk jövőknek a feladata, 1956 hagyományainak ápolása? Mit tehetünk?
erre a kérdésre talán Vas Albert fogalmazta meg a legszebb gondolatot. Éreim, fiatal magyarok, jól, rosszul, de valahogy átmentettük számotokra azt a nemzeti örökséget, ami Isten rendelése folytán a tietek. Átmentettük azt földrengésen, világégésen, nemzetpusztító, lélekgyilkoló, nemzetközi mesterséget szavainak szennyes özönvizén keresztül. Ha egyetet nem tudtunk értetek tenni, de ezt megtettük, becsülettel őrködünk fölötte, ameddig érünk. De a többi már a ti dolgotok és a ti felelősségetek. Mi csak egy jó tanács kíséretében adhatjuk át nektek a megőrzött kincseket. Vigyázzatok rá, mint ahogy mi vigyáztunk, becsüljétek meg, mint ahogy mi megbecsültük. Építsetek rá egy új hazát, jobbat, szebbet, elkölcsösebbet, mint a miénk volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszönöm a kegyelmet gyertyáit, és énekeljük el legszentebb imádságunkat, nemzeti hümnöknek. Amen.
Hazánya, százszor elborít.